Tavaly 32-en jelentkeztek vért adni, idén még többen érkeztek azért, hogy másokon segíthessenek. Véradást szervezett a Deponia Nonprofit Kft. A Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezetével közösen. Tavalyi évben az egyik kolléganőnk Láng Éva vetette föl, hogy tartsunk mi is közösségépítés és jó cselekedet jelleggel ugye egy véradást. A tavalyi évben 32-en jelentkeztek rá, és olyan népszerű volt ez a programunk, hogy az idei évben is megszerveztük, és 44-en jelentkeztek egyébként így céges dolgozók, illetve kiegészítettük azzal, hogy ne csak a dolgozók jöhessenek el, hanem akár a gyerekeik, férjeik, feleségeik is eljöhetnek. Az első önkéntesek értelemszerűen izgultak kissé a véradáson, de a nemes cél érdekében mégis tű alá feküdtek. Tudom nagyon jó, hogy vannak azoknak, akiknek szüksége van erre egészségügyi okokból, és ezzel először is próbálom támogatni a közösséget. Fehérváron szinte minden cégnél bent vagyunk és véradásokat tartunk, kisebb, illetve nagyobb létszámú véradásokat. Itt gondolok a 20 főtől a 150 fős véradásig. Itt a Deponiánál olyan 40 fő véradó szokott megjelenni, ami nekünk ez egy nagyon jó átlag. Az emberi vér semmivel sem pótolható. Magyarországon naponta 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi intézmények biztosítani tudják a biztonságos vérkészletet.